Körösszegapátiban egy eredetileg román ételt, egy csorbát készítettünk, most pedig itt vagyunk Biharfélegyháza mellett Biharvajdán, ahol pedig egy magyar ételt, egy gulyást fogunk készíteni Jánossal, vagyis hát mindenki Jani bácsiával, mert hogy így emlegetik itt a környéken. Hogyan lett ön mindenki Jani bácsia, hiszen itt üzemeltet egy konyhát, igaz? Hát, eredetileg úgy készült ez az egész dolog, eredetileg úgy indultunk be vele, hogy nekem a végzettségem géplakatos. A hadsereben végeztem el egy ilyen szakács kurzust. Tehát szakácsként beleszeretett a szakácságba a katonaság alatt. Pontosan. Hát ritka, hadsereg, hogy valakinek ilyen van, pontosan, eredményei legyenek. És aztán, amikor azra kerültem az előző tiszteletes úrunk, aki volt, annak már nagy tervei voltak elő, hogy legyen egy szociális konyha működtetve itt, mert szükség van rá az idős néni bácsiknak, mert na, úgy vannak szegények, hogy hát már hónapra vannak, és nincs ki rájuk nézni sok mindenkire, mert fiatalok elvándoroltak faluról, városra, külföldre, ki merre, és na, nehéz dolog. Szóval akkor ez sertéshús igen, sertéshúsból készíteni. Készítünk egy hagyományos gulyás? Igen. Mennyivel lesz másabb? Vagy van valami félegyházi trükk benne? Vajdai trükk nincs semmi benne. Vagy vajdai. Most van olyan dolog, hogy hát sokan kömény nélkül készítik a gulyásost el. Én kömény nélkül nem is készítem el sem. A főzést a hús feldolgozásával kezdjük. Adagonként 15 deka sertés vagy marhahússal számolunk. A húst megmossuk és 2x2 cm-es kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, megmossuk és felkockázzuk. Akkor az olajra ráraktuk, gondolom, a sót. Igen, forró olajra a hagymát, kicsit pároljuk, egy kevéske köménnyel, aztán meghintjük egy kis őrölt fűszerpaprikával, és akkor belehelyezzük a húsikákat, hogy egy cseppet változzanak meg a színek. Na, akkor most igazán összekeverjük, és akkor ezt egy kicsit úgy megszivatjuk, hogy olyan fehér legyen. Így van, és aztán felengedjük vize, hogy lassú tűzön főzzük, hogy puhuljon. Nagyjából úgy félig meddig lett megpuhulva a hús, és akkor most jönnek a zöldségek. Igen. Milyen zöldségek kellenek pontosan sárga hozzá? Sárgalépa, petezselyem, peszternák és zellergomó. És egy kis krumpli is, majd burgonya, vagy burgonya, igen, aztán következőleg, és a legvégén nokedlizünk. Nokedlizünk majd még egyet. Nem, nokedli. Jó, akkor egy kicsit még pucoljunk, vagy legalábbis vágjunk, én egy kicsit még szerintem szemezgetek ebből. A zöldségeket megtisztítás után felkockázzuk, hozzáadjuk a leveshez, és az edényt visszatesszük főni. A burgonyát ízlés szerint különböző méretre lehet aprítani, de a vajdai szociális konyhán nem lehet a krumplit nagyra vágni, hiszen gondolni kell az idősekre és a gyerekekre is. Tehát a zöldségek már azért nagy részt megpuhultak, hozzáadtuk ugye korábban a répát, illetve a fehér répát, a zellert, és most jön a burgonya, hogy akkor ezt rakjuk bele. Ezt is csak úgy, ahogy az előbb így beleöntjük? Nem, ez már túl nehéz lenne. Igen, és akkor még utána jön ehhez a nokedli, amit még bele szaggatunk. Ebbe egyenesen szaggatjuk igen, majd? Igen. Jó. Még hozzá magyarországi nokedli szaggatóval. Mert honnan való az a nokedli szaggató? Hát azt meg nem mondom, körülbelül Debrecenből hozták. Igen? Hát akkor földim szinte. Elérkeztünk a végfázishoz, jön a nokedli, és kezdjük is szaggatni. Szaporán kell, úgyhogy próbálok segíteni. Így? Jó lesz? Majdnem. Hopp. Jó, megállsz vele. Nem, ne vedd félre. Nem veszem. Jó, rendben van. Fogom. Jó, és akkor én már így gyalulok, mert ő így potyorászik. Fog egy nagyobb darab. Helyi tojással? Hát zöme. Hopp, ott megy bele. Jó. Puding próbálja az evés, úgyhogy elérkeztünk, hogy a gulyást is egy kicsit pudingozzuk, azaz kipróbáljuk. János, kóstoljuk meg, én már nagyon izgatott vagyok, főleg azért, mert már itt várnak közben a többiek, különösen a nokedlira, mert hogy olyan furcsán szaggattam. Lehet forró lesz. Én mondtam. Forró. De hát most készült el azért. Igen, tüzönfőt azt szokták mondani, akkor forró. Nézzük a zöldségeket is. A levesnek az íze az isteni, az mintha nagymám csinálta volna. Zöldségek is nagyon jók. Mi nekilátunk egy kis falatozgatásnak. Köszönöm szépen a segítséget. Szívesen. Egy öröm volt. Is. Azt hiszem, azért tanultam egy-két új dolgot is belőle. Másom ezt a köményes dolgot kipróbálom otthon. De mi is az, ami a legjobb lenne még egy leveshez? Hát kóstoljunk meg egy kis helyi bort is.
Itt vagyunk Nagy Zoltán borásznál, akinek egy díjnyertes bora van, Bihar Vajdáról. Milyen bor volt az, amivel nyert, és milyen díjat, Zoltán? Igen, hát ami beneveztem, egy fehér borra neveztem be, ami nagyobb része Királynánk, a 80%-a, többi 20 egy ilyen vegyes szőlő volt, de mind ilyen nemes szőlők. Zoltán családi gazdálkodó, nagyrészt szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. A díjnyertes félszáraz királylányka a kedvence, de a legjobban a csemege szőlőre van igény. Még a nagyváradi piacon is találkozhatunk vele. Nála a borászkodás, kedvtelés, hiszen nem ebből él, és borát javarészt a környéken elajándékozza. Néhány éve telepített cirka 900 tőt, amiből 1200 liter bort lehet készíteni. Az első két évben még csak kóstolgatták, a harmadikban már csemege szőlőt születeltek, és idén mutatkozott meg az igazi termés. A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.